Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett csetépőségünk, amelyek a 2023-as költségvetési ülésén. Külön köszöntök Karapas Judit kolléganőt, aki elkészítette az önkormányzatok 2023-as költségvetését, de rengeteg energiát és munkát tett. A mai napon a következő napirendi pontokat fogjuk tárgyalni. Az első napirendi pont az Csetépőségi Önkormányzatának 2023 évi költségvetése, a másik napirendi pont adósságot keresztető ügyletek, a harmadik napirendi pont közösségi kép kialakításával kapcsolatos feladalmazási szerződéskötése, a negyedik napirendi pont egyéb ügyekben pedig az Ircivi Társulás térítési díjrendeletének elfogadásával. Szeretném kérdezni tisztelt megjelent képviselőtestületi tagokat, hogy egyéb napirendi pont javaslatuk van-e. Jó, amennyiben nincs, akkor rá is térnék a költségvetés tárgyalására. 2023-as év talán az egyik tervezet évnek így érkezik általában az önkormányzatok számára az elszabadult rezsiköltségek és az alulfinanszírozott önkormányzatok miatt, de talán Csepén számára mégsem tűnik annyira nehéznek, mint az eddigi elmúlt évek, ami többek között azért is van, hiszen valamennyi nagy beruházásunkat befejeztük, azon beruházásokat, amikhez jelentős önrészeket tettünk hozzá, ezek már nem állnak fent, ezek a feladatok a 2023-as évben, hiszen egy beruházásunk az a bölcsődei projekt, ami ugye 100%-ban Európai Uniós támogatásból valósul meg, és ott még többlet forrás igénylésére is lesz lehetőségünk, amiből majd meg tudjuk vásárolni a bölcsődei első berendezését, a konyha technológiát, ami ott van a melegítő konyhában, illetve magát a gyermekek elhelyezését biztosító bútorokat kiegészítőket. Az önkormányzat 2023-as évben működési támogatási jogcímen 218.809.734 forintot kap a központi állami költségvetésből, mely a általános működési támogatása helyi önkormányzatok számára az 64.900.000 forint, és egyes köznevelési tartók ellátására pedig 78 millió forintot kapunk. Ugye a köznevelési tartók ellátása az óvodának és bölcsődének a támogatását jelenti, a helyi önkormányzatok működési támogatása az pedig a közös hivatalban van benne, illetve a kötelező önkormányzati feladatok, és van egy sor, ami a 2022-hez képest jelentős többletet hozott, az a szociális gyermekjóléti és gyermekérkeztetési feladatok és családi gyermekjóléti szolgálat, ez a 71.175.900 forint. A 2022. szeptember környékén egy adatszolgáltatásra kellett válaszolni az önkormányzatoknak, hogy milyen rezsi többleteik vannak, illetve működési többletköltségek vannak, és itt 20 millió forint támogatást kaptunk a gyermekérkeztetésre, ami még mindig nem fedezi a teljes ráfordításunkat, egyszer ráfordításunkat, és 5 millió forintot kaptunk a köznevelési támogatási adatokra, és az előző sorba érünk bele. Ezen kívül az állam központi költségvetéséből még 4.067.490 forintot kapunk, ez a kulturális feladat támogatása, ez gyakorlatilag a kulturális tevékenységek megvalósítására adott pénzt, illetve kiegészítő támogatást is ugyanezen jogcímre kaptunk az 593.000 forintot. Ezt el kell mondani, hogy ez a költség mindösszesen egy ember teljes bérköltségére elég, tehát semmilyen egyéb rendezvény, esemény megtartására, még egy színes próbásárlására sem elégséges, csak arra, hogy a humán erőforrás finanszírozása megoldott legyen. Mondjuk még ez is egy nagy segítség, hiszen a központi támogatás nélkül a kulturális tevékenységünket nem tudnánk folytatni. A közhatalmi bevételeken felül az önkormányzat, ugye, vagy a központi bevételeken felül az önkormányzat ugye saját bevételekkel is tud számolni. Ugye két típusú adó Csetén költségvetésébe. Az egyik adó bevételünk az 7 millió forint számoltuk, ez a vagyoni
ugye minden soroljuk most jelenleg a kommunális adót, a szolidaritás adóként kezeljük, ugye kimentek már a bejelentési feladatok a lakosság számára, 85% körül vannak azok a ingatlan tulajdonosok, akik már jelezték azt, hogy milyen, tehát jelezték azt, hogy akkor kedvezményre jogosultak, vagy nem jogosultak, akik még eddig nem küldték be őket, pedig elkezdjük szépen felkeresni, és ugye 65 millió forinttal számoljuk az iparőrzési adót. Ugye az eddigi jó szokásokhoz képest most is a bevételeinket inkább alul tervezzük, és a kiadásainkat felül tervezzük. A 7 millió forintos vagyontípusú adó az azt jelenteni, hogy gyakorlatilag minimális is több mint 7 millió forintnak kell bejönni, mert ha mindenki megkapja maximális kedvezményt, akkor is egy kicsit több mint 7 millió forint adóbevétel származik a kommunális adóból. A 65 millió forint iparőrzési adóbevétel az pedig a bázis jelenti. A 2022-es évben közel 65 millió forint volt az iparőrzési adóbevétel, és ugye a 2022-es évhez, ugye az 1,8%-os iparőrzési adóhoz képest 10%-kal, tehát 2%-kal emeltük az iparőrzési adót. Így, hogyha 65 millió forint bázissal számolunk, akkor azért nagy biztonsággal azt kijelenthetjük, hogy ez az adóbevétel a település számára rendelkezésre fog állni, hiszen ha csökkentek is volna a gazdaságválságnak az eredményei, akkor is egy 10%-os csökkentést is el tudunk viselni, hiszen a bázisunk az bázisunkhoz képest 10%-kal több bevételre számolhat valójában. A működési bevételeink mindösszesen 146.126.680 forint, ahol ugye van az azért ilyen hatalmas szám a szolgáltatási ellenértéke, mert ugye a csepéli határában működő üzemnek a bérleti díjának tovább számlázása, tehát 78 millió forintban ugye ott ugye az egy három módos szerződést kötöttünk, illetve abban van az étkezési dobozok, amiket megvásárolunk és tovább számlázunk. A közvetített szolgáltatásoknál az óvodára érkező rezsinek az óvoda fizetett rezsi hozzájárulást, hogy kifizetjük az óvoda rezsét, 3 millió forintot, és ellátási díjakból is származó bevételünk van, hiszen a napközit, a menzát és a szociális étkezésből elvenő bevételeket az önkormányzat könyveli el. Tulajdonosi bevételeknél 6,5 millió forinttal számolunk, ami úgy szintén kismértékben kevesebb, mint a 2022 éves tényadatunk. 2022-ben kb. 8 millió forint bevételünk volt tulajdonosi bevétel jogcímen. A 6,5 millió forint bevétel az a 4-es társas, a 4-es tanári lakásból származó bevétel bővedett, illetve ott a felújítási alapból származó bevételből, ellen az orvosi rendelőnek a bérleti díjából, és még a kastélynak kiadásából is, ebben bele van még tervezve az Erzsébet tábornak is a bevételi oldala. Ugye a kiszámlázott áfák, az itt felsorolt évben az áfatartalmát jelenti. Kamatbevételek az gyakorlatilag a számlán lévő pénzek után számított kap. Egyéb működési bevételekből számítunk 12.523.680 forintra, de senkit ne tévesszen meg ez a bevételi sor, hiszen ugye mi ezekből a pénzekből fizetjük a közfoglalkoztatásban dolgozó kollégáknak a munkabérét, de arra is a 2022-es évben az államnál nem 100% támogatást adott, hanem csak 80%-ot adott átlagosan, így ehhez a bevételhez hogy tudjuk foglalkoztatni azon dolgozókat, akik a település köztisztaságát feladatot is ellátják, még az önkormányzatnak különben további 20%-ot hozzá kell tenni, ez a kiadás oldalon majd játszik. Egyéb működési bevételekből pedig 5.900.000 forintot számolunk, ez az egyéb működési bevételeknél itt a védőlő még ide van tervezve, hiszen az állam még a védőlői szolgáltást csak a fél év után fogja átvenni, és az első fél évben alapvetően még az önkormányzat költségvetésében található. Így mindösszesen elmondhatjuk, hogy a működési célú bevételünk az 436.966.414 forint volt. Az előző, ugye vannak előző évi bevételeink, mint a tavalyi évi zárás, az 297.066.744 forint volt,
és támasztáson belül megörökezett terékkel. Ugye ez a tavaly év végén előre megkaptuk a januári bérleket, ezt azt hiszem december utolsó napjában szokták megküldeni. Központi finanszírozásnak az 8.327.621 forint volt. Így mindösszesen a teljes bevételek 742.330.779 forint. A kiadási soroknál ugye személyi juttatásokra 49 millió forint van betervezve. A 49 millió forint személyi juttatásban ugye benne van a karmatartók közül, benne van a karácsegítői szolgáltatás, benne van a kulturális közfoglalkoztatók. Ugye a kiadási oldalon mindig szemben állt az előadás sor bevételi sor. Ugye látható volt, hogy a védőmőre kapunk támogatást, a családsegítőre és központi támogatást kapunk, és a kultúránál jegyeztem meg az előbb, hogy még pénztől sem maradna pénz. Ezen kívül egy szintén tartozik rendkívüli juttatás, és tartoznak egy-egy költségtérítések. Az egyik költségtérítés azt mondjuk a polgármester és az alpolgármesternek a adómentes költségtérítése évente 1.866.156 forint. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen útra megyünk, hivatalos útra a település intézni, vagy bárhol vagyunk, akkor annak semmilyen költségét nem számolhatja sem az alpolgármester, sem a polgármester, mert egy általános költségtérítéséből ezt fedeznie kell. Az egyik személyi juttatásoknál 15.741.000 forint a választott tisztségviselőknek a juttatása. Ebben ugye benne van a polgármester, a polgármester és a képviselőknek az illetménye, és benne és van még egy olyan, hogy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. Itt pedig azon személyeknek a díja van be, akik a napi feladatvégzésükön kívül egyéb olyan tevékenységet végeznek a település érdekében, ami a település közbiztonságát vagy működését támogatja. Itt néhány gyakorlatilag közfoglalkoztatottnak az egyéb pénze, egyéb alimdiának az éves összesítése található, és ugye a munkaadókat például járulékok 6.910.397 forintot jelentek. A blogging és különféle befizetések mindösszesen 243 millió, ami a következő alábbításokból épült fel. Blog kiadásba 156 millió forintot költünk. Készletbeszerzéseknél üzemeltetési anyag, tankolás és anyagvásárlás vonatkozásában 5 millió forintot terveztünk, kommunikációs szolgáltatásokban pedig 2.400.000 forintot, ebben benne vannak az eszközeink informatikai üzemeltetése, internet és telefonköltség. Ezt követően, hogy mennyire drágul az internet, a szolgáltatók és a telefonoknak a díja is. A nagyon nagy változás a 2022-es költségvetéshez képest, hogy a villamosokon 3.400.000 forintot terveztünk be közüzemi díjakra. A villamos energia esetében 6,6 millió forint helyett 12 millió forintot terveztünk be. A gáz esetében pedig 3,2 millió forint helyett 9 millió forintot. A víznél is beterveztünk némi drágulást, mert ki tudja még mit hozzánk a 2023-as év. Ugye jelentősen csökkentettük a fogyasztásunkat mind gáz oldalon, és szerintem villamos energia oldalon pedig a jövőben fog az inkább megjelenni, amikor az oldalán elhelyezett 20 kilovattos napelem végre elkezd termelni, és remélhetőleg kimulázza a költségeinket. Azt követően nagyon bízom benne, hogy maga a közömi díjai további emelése az nem lesz tovább emelve. Itt azért bőven hát háromszor annyi pénzbe terveztünk közömi díjra. A vásárlott élelmezésnél ugye itt az önkormányzat számára az élelmezésre kapcsolatos tevékenységet az Zöldkampanyét Non-Profit Kft. Végzi el. Ugye tőle vásároljuk az önkormányzat, a saját tulajdonú gazdasági társaságát vásárolja az élelmezést. Most ugye igyekszünk úgy működtetni az Zöldkampanyét Non-Profit Kft.-t, hogy a
hogy fenntartható legyen, de ez rendkívül nehéz. A külső szolgáltatótól, tehát úgy mondom, profitorientált, valós magántulajdonban lévő szolgáltatótól vásárolnák az étkeztetést, akkor a mostani 1500-600 forintos árhoz képest, amelyet mi a lakosság számára a vendégedélyet tudjuk biztosítani, nem tudnánk biztosítani, hiszen a külső piaci szolgáltató a környezetű kormányzatoknál nettó 1700-1900 forint plusz áfa, amiért adják az ebédet és az étkezési szolgáltást. Nagyon-nagyon magas díjon, ennyit gyakorlatilag nem lehet elkérni a lakosságtól. Mi azzal tudjuk fenntartani még mindig kedvezőnek mondható díjazásukat, hogy olyan humán erőforrás struktúra van az önlakonék non-profit kártyában, ami ezt lehetővé teszi. Tehát nem mindenki főállású alkalmazott, hanem akár a közfoglalkoztatást is használjuk, és egyéb megbízási szerződés keretében is dolgoznak ott a kollégák. A bérleti leasingdíja, ugye ez az előbb a bevétel oldalon is megvolt, hogy itt a kiadási oldalon 75-500 ezer forint volt, a bevétel oldalon, amiben 78-80 forintot terveztek a kollégák. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás a költségre mindösszesen 2.400.000 forintot tervezünk, de ebben benne van már a kastélykertnek az éves karbantartása is, és a közvilágítás karbantartása is, és valami kisjavítás. Azért nem kell az önkormányzat költségvetésében ide sokat betervezni, mert alapvetően ezen feladatok elvégzését az önkormányzati gazdaságtanácsán végzi, és őnek mi átadunk a pénzt a kötelező feladatok megvalósítására. A egyéb szolgáltás vonatkozásában 10 millió forintot terveztünk be, ebben a biztosítások vannak némi események is betervezve, illetve hulladék szállítás költsége, ami jelentős, és a gyermesteri terv és munkavédelmi vizsgálatok is betervezésre kerülnek. A reklámkiadásoknál a hírmondót terveztük be, mindösszesen 2 hírmondóval tudunk már csak számolni 2023-ban, többre nem lesz fedezetünk. A működési célú áfára majdnem 40 millió forint van betervezve, a bankköltségre pedig 1 millió 500 ezer forintot terveztünk be. Hogyha megnéznék azt, hogy a Csetépőség önkormányzat és kötelékeben lévő intézmények mennyi a bankköltsége, bőven egy embernek az éves költsége van, megjelennek azonnal. Sajnos. Egyéb dolgi kiadásoknál 4 millió forintot terveztünk be, de tényleg benne vannak az ilyen, hogyha kell zászlóvásárlás, vagy győri hulladék gazdálkodásnak fizetett éves 500 ezer forint, reprezentációs ajándékokra is terveztünk 500 ezer forintot, nyelvtanfolyamra is beterveznénk 500 ezer forintot, és van ez mellett még maradék 2 millió 300 ezer forint tartalékokra, bármire szükség van, akkor azt ebből a sorból tudja majd fizetni az önkormányzat. Ellátottak pénzbeli juttatására 4 millió forint kerül betervezésre, családi támogatások és települési támogatásokról beszélünk. A családi támogatásoknál vannak a temetési segélyek is, de itt van egy jelentősebb növekmény, tapasztalat az, hogy egyre nehezebb tisztességgel eltemetni a hozzátartozókat, amennyiben a családi helyzet olyan, és ezt indokoltak az önkormányzatban igyekszik segíteni a rászorulók számára. Az egyéb működési célú kiadásoknál a helyi önkormányzati befizetéseknél 3.741.000 forint van, és ugye vannak az átadott pénzeszközök, például 104 millió forint, amit átadott a közös hivatalnak, az OBI-nak, az ICI társulásra, ugye ott csökkentettük 1.800.000 az eredeti tervet, mert hogy át fogja venni az állam, amennyiben az orvosok nem állnak keresztbe a központi orvosi gyerekek a finanszírozását. Most holnapról holnapra még szervezi a központi orvosi gyerek a működésüket, de ha minden jól megy, akkor pár hónapon belül az átvétel megtörténik, bár már látjuk olyan módosítási javaslatot, hogy már csak 2024-ben. Nagyon érdekes különben, hogy az orvosoknak az ügyeleti díjakra társulás 5000 forint környéki óradíjat biztosított az elmúlt években, ami azért rendkívül sok, hiszen egy éjszakai műszakban, amikor ott van a
a doktor, és hála Istennek, térségnek kevés volt a bevetés, hiszen olyan helyzet van, akkor már alapvetően is lehetőnek kell, hogy érkezzenek. Az állami központi orvosi ügyelet 11 000 forintos ártás oldíjat ad már az orvosoknak ügyelezett tevékenység ellátására. A minket önkormányzatokat nem finanszíroztak, kellően rengeteg pénzt hozzá kellett tenni, de a központi finanszírozásra meg dupla annyi pénz is belefér. Igen, vannak furcsa dolgok. Egyéb önkormányzati kifizetések, ugye ez az ICI-járási tűzoltó testület van bent, az Örvakon Invest van bent, és a kötelező fajtok átadása van, ami 16 millió forint, ugye ez az, amit az előbb mondtam, hogy például az ilyen kisjavítások költségei, út, patakarban tartás, temető gondolkossági feladatok ellátása, hogy az alkotón átmegy a tárgyalási szerződés keretében az önkormányzati non-profit Kft-nek, és ide betervezhetünk a civil szervezetek támogatását is, hogy valószínűleg a 2023-as évben ezt vissza fogjuk hozni, ezt a pályázatos rendszert, civil szervezetek akkor minimális támogatásra számíthatnak majd az önkormányzat részéről. Továbbra is az önkormányzat preferálni fogja az energetikai beruházásaikat, illetve az olyan közösségépítő programjaikat, ahol minél több embert meg tudnak hozzatni a felelődésre. A működési célú kiadások mindösszesen 476.900.942 forint. A beruházásaink az legjobb tétel természetesen továbbra is a bölcsődének a befejezése. A bölcsőde befejezése a 139 millió forint. Van még hátra is, hogy nem vásároltuk meg az eszközöket, amit belőle kell megbocsak, 149 millió forint. Az önkormányzat tervez ingatlan vásárlást is, és még egy exit-tartalékot is beterveztünk ide 8 millió forintot, hogy valami nagyon nagy baj, akkor csak én ül, akkor tudjunk hova nyúlni. Egyéb tárgyi eszközök a beszerzése létesítésére 7 millió forint van betervezve, illetve vannak az átlagban 2 millió forint, hogy a Magyar Fund programban nyertünk egy kis terültot, amire másfél éve várunk. Remélhetőleg a 11. héten fog érkezni a 6 személyes hatos teherautó az önkormányzati lakossági társaság számára, fogjuk majd átadni. Ugye van beruházási, vagy felújítások, és vannak 31.777.284 forint, ebben beletartozik a kastély alatt lévő vícének, akkor a felújítás, ugye ez a feladat végrehajtás már megkezdődött, és lent a régi iskolának a felújítása, a egyik napirendi pontunk, a harmadik pont arról fog szólni, hogy a szerződéskötés a felhatalmazást a polgármester megkapja, és ennek a kivitelezését is 2023. augusztusáig jól lenne megvalósítani. Az ehhez kapcsolódó áfa az pedig 11.531.327 forint. A felhatalmazás célú kiadásunk mindösszesen 215.400.606 forint, költségvetési kiadásunk ebből adódóan mindösszesen 692.309.548 forint. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy az önkormányzatnak a költségvetése a 2023-as évben talán egy kicsivel jobb, mint a 22, és messze nem lesz. Tehát 24-ben nem lesznek már látványos fejlesztéseink, hiszen mi végeztünk a feladattal. 2019-ben, amit ígértünk polgármesteri önfelek képviselő programban a fejlesztéseket azokon, hogyha végigmegyünk, nem leszünk 100%-osak, nagyon sok olyan fejlesztés el fog maradni ebben az 5 éves ciklusban, amit szeretünk volna megvalósítani. Valójában mondhatjuk azt, hogy ő hibákon kívül, hiszen megakadályozott minket ebben egy erős Covid, Covid-dal kapcsolatos elvonások, tehát a maga a gépjárműadónak az elvonása a településtől, az továbbra is egy rendkívül súlyos téte, és most nem utolsó sorban a közüzemi díjak, a rezsiknek az emelkedése és az infláció drasztikus emelkedése járul ahhoz, hogy jelentős felhalmozásokat, illetve azon fejlesztéseket, amiket ott ígértük, vagy
hát ígérünk, azokat nem tudjuk megvalósítani. Amit én nagyon sajnálom, az a járda építés, hiszen évente egy kilométer járdát írtunk, az pont 5, abból szerintem, ha lesz egy vagy három, akkor is nagyon jó vagyunk, de jelenleg ellenére el is esélyt nem látok. A tartalék az senkinek nem szemben, hogy 32.355.544 forint tartalékkal számoltuk a költségvetést, az a 82-en is volt 5-ös rész. Nézzen van mutatom, bocsánat, belefeledkeztem itt a mondatomba. Itt van. Jó, 37 millió forintos tartalékkal számolunk. Ez olyan tartalék szerintem, amely nem létezik. Csak hogy ő mindenki úgy érezte a gondolatát, hogy mit kéne csinálni a tartalékból, mert ha ugye mindig azt tudtam mondani, hogy a jövőre jó lesz, meg hogy túl vagyok a nehezén, én hiszem azt, hogy túl vagyok a nehezén. A Covid végén mondtam azt, hogy a Covid megkötött minket arra, hogy bármi megtörtént a következő évben. Senki nem gondolta volna, hogy egy évvel ezelőtt háborúdult ki a szomszéd országban, és hogy ilyen következményei vannak a napi működésére az országnak. Bármikor jöhet egy olyan döntés, egy olyan elvonás, ami gyakorlatilag ezt a tartalékot semmissé teszi. Ehhez a tartalékhoz leghamarabb hozzájunk, hogy szeptemberben szabad. Alapvetően minden oldalon alacsony kiadással terveztünk, semmilyen egyéb olyan intézkedés nincs betervezve, ami gyakorlatilag bármilyen luxust vagy extra lehetőséget tartana. A falunak is egy olyan költséggel be van tervezve, ami lehetővé fog tenni majd esetleg egy napot, visszatérünk most erre. Hiába van 2024-ben választási, 2023-as költségvetés, nem egy választási költségvetés. Régen mindig az volt, hogy a választás előtti utolsó falunak az a legnagyobb. Hát az ebben a falunak most biztos, hogy nem így lesz, aminek az az oka, hogy a fős gazdálkodást tovább is meg kell tartani, és 2024-ben is érni kell tudni, és kell tudni halódban majd fejleszteni. Tisztán vagyok azzal, hogy a településnek a belterületi úthálózatának az állapota az egyesek szerint elégtelen, mert nem járnak vidékre, szerintem meg négyes, mert vannak rajta kártyuk. Viszont a kártyuknak a beoldására már az anyagot megtett az önkormányzati gazdasági társaság és a kártyúzást el fogja végezni. Nagyon bízom abban, hogy a 2023-as évben sikerülni fog olyan az országnak megállapodni az Európai Unióban. Ez fontos. Mert ha megállapodnak, akkor nekünk feladatunk lesz, hogy minél több forrást hozzunk el az Európai Uniótól. Ha nem állapodnak meg, akkor bárki bármit mond, csak csepényen végezzük, hogy milyen fejlesztéseket valósítottunk meg az EU-s támogatásokból, akkor azért ezt meg kell nézni, hogy az óvodán kívül alapvetően a állami költségvetésben semmit nem érkezett. Az óvoda az RDL-es volt, az BM-es pályázat volt, három részből állt, hiszen 2015-16-ban csináltuk, de akár ezt a kastélyt, akár a bölcsőt, akár az iskolát, akár az egészségházat alapvetően nem nemzeti forrásban, hanem EU-s forrásban épített. A Magyar Falu programot, még mielőtt valaki mondja, de van a Magyar Falu programnál mi jelenleg bukóba vagyunk, mert sokkal több az elvont gépjárműadó, mint amit a Magyar Faluban visszakap. Tehát ha a gépjárműadó itt és azt arra használjuk, akkor is meg lehetett volna az tény, hogy a Magyar Falu célzottan a támogatást, és így rákényszerítettek arra, hogy ezek a fejlesztéseket megvalósítsuk, és jó az irány. De nem állunk jobban a Magyar Falu programban. Köszönjük, amit kaptak, adtak, fel is használjuk őket a legjobb tudásunk szerint, de egyáltalán nem egyszerű az élet. Most az Ircen, hogy a
az Incidenti Önkormányzati Tűzoltóságnak meg van tervezve 2 millió forinttal a 2023-as költségvetésünkben, mert ennyit fizetünk az Incidenti Önkormányzati Tűzoltóságnak, mert a köztestületnek tagja cserén is. De ma a járási ülésen megbeszéltük, hogy valószínűleg kell szüntetni, mert hogy az állami feladat és nem önkormányzati, és nem lehet azt finanszírozni, hogy az állam feladata, akkor még az önkormányzat adja le a pénzt. Tehát, hogy ezek a dolgok nem működnek. Így kezdeményezni fogunk egy egyeztetést a katasztrofikus főgazgatósággal is, de ez a pénz, ami be van tervezve, meg szükség van, mert megszüntetése kerül az IC önkormányzati tűzoltóság, akkor ott ki kell fizetni az embereknek a végkielégítését, tisztességes elvárását. Én mondjuk abban reménykedem, hogy sikerül ilyen megállapodásunk az állammal, egy úgynevezett win-win nyertes-nyertes helyzetben, hogy meg fog maradni, csak nem kell annyi hozzájárulást fizetni az önkormányzatnak. Tehát jelenleg az IC tűzoltósághoz a 91 forint per fő per hónap támogatással van a költségvetésünk számolni, 116 forintot kért eredetileg a tűzoltóság, aztán most eredetileg 106-ra, 20 forint, amit adjuk. 11 ember dolgozik ott is. Ugye statisztika szerint cserében háromszor voltak egy évben, ugye a cseszekre járnak rengeteget, a 82-es útszerben külön az viszik, de nem szabad statisztikát nézni, mert ha tűz van, akkor kell a tűzoltó. 8 perc vonulási megkezdést mondanak. Én nem voltam katona, de nem hiszem el, hogy 8 perc van erre indulni, hogyha otthon vagy jelen, készen jönni. Tehát nekem ez nem állja meg. A tűzoltóság munkája vagyok függetlenül teljesen elégető, de sajnos ezek is olyan döntések, hogyha ami nem kötelező feladat, azt az önkormányzatok jövőben nem tudják vállalni. Jó? A költségvetésünk összefoglalva szerintem a Gyűlíték nagyon sokat dolgoztak rajta, hiszen ez már az ő költségvetésük 2023-as, ennek a végrehajtása részben már az ő feladatuk is, majd mindig üssenek minket, hogyha véletlenül valamit nem úgy gondolunk, meg szabályozzanak minket. Köszönöm nekik a munkát a jegyzőasszonynak, mint a pénzügyes kollégáknak, amit ebbe beletettek. Szerintem ez a költségvetés stabil két lábbal áll a földön, reális, és továbbra is vegyem az gazdálkodási összetőzőket. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott így röviden. Van esetleg kérdés költségvetéssel kapcsolatban? Az azért van, mert úgy van táblázat, hogy a 68 és 69-es sorból épül fel a 67-es. Tehát ez a kezdő, nézd ezt a, ez a sor, ez a D77-78. Jó, oké. Okay. Ma van belőtt össze azért, hogy jó. Jó? Oké. Okay. Tehát nem úgy van. Az a lényeg, hogy nem szikra. Jó? Köszönöm az észre. Még valakinek? Jó, akkor a következő napi rendi pontunk az az adóssággal keresztető ügyletek. Ez a költségvetésnek a kötelező eleme. Csak is ez a csatornunk kell.
szeretnék megmutatni mindenkit, hogy Csepeli községi önkormányzatot továbbra sem vesz fel hitelt a működéséhez, ez csak egy kötelező elem, és maga a határozat is arról szól, hogy nem veszünk fel hitelt. Ki ezzel egyetért, és ilyen kamat periódus már nem akar hitelt, tehát ezt nem lesz. Köszönöm szépen. Igen. Következő napirendi pont a közösségi tér kialakításával kapcsolatos szerződés kötése felhatalmazás. Ugye beszéltünk már róla, hogy a Magyar Autonómia Programban a bölcsőde és az óvoda között lévő régi iskolának a felújítását, hogy azt meg kell, hogy valósítsuk. Erre kiküldtük az ajánlatételi felhívást a pályázók számára, három céget szólítottunk ezzel kapcsolatban meg. Még nem érkeztek be az ajánlatok, még nem járt az ajánlatételi határidő. Összesen 34.999.000 forint van a teljes projektre. Én szeretném kérni a tisztelt képviselőtestületet arra, hogy maximum 36 millió forintig adjon felhatalmazást a polgármester számára, hogy ezt a szerződést, amiben beérkeznek az ajánlatok, és azok megfelelnek a különböző formai és szakmai követelményeknek, akkor a szerződést polgármester aláírhassa. Maga az épületnek a homlokzata az nem fog változni, az az előtér, ami van, az elbontásra kerül, de bent kerül kialakításra majd egy vizes blokk, és azt tényleg egy közösségi térként szeretnénk használni. És ugye egyben lenne jó, hogy befejeződjön a bölcsődében, hiszen ott a parkoló és a környezet minden rendelkezésre tud állni. Természetesen maga az épületen lévő híjazott is kicserélésre kerül, és az épület részkételést is kapni fog, amivel az energiagazdálkodásnak is hangtalanményet is tud egy kicsit javulni. Szeretném kérdezni, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kifogással, vagy kell rá kiütésedődést adni? Jó, felmenjünk a képviselőtestület, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Falu Program közösségi tér kialakításával kapcsolatos kiírt pályázatban maximum bruttó 36 millió forintig szerződést aláírhasson. Kérjük ezt elfogadni, készeltetést érzem. Köszönöm szépen. Igen. Következő napirendi pont az egyik ügyek, az érci társulás megküldte a térítési díjával kapcsolatos rendeletet. Ez egy forma, hiszen a Csepeli önkormányzata az érci társulásnak úgy szintén tagja, de ezen a térítési, ezen szolgáltásokban, amelyek térítési díjemelése van, azokban mi nem veszünk részt. Így ez nekünk költségvetési lehetőség semmi hatásunk nincs, de formailag el kell fogadnunk. Ezt kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy fogadjuk el. Igen. Jó. Nagyon szépen köszönöm a részvételt a mai testületülésen. Szeretném előtt, hogy mindjárt itt van március, és újra találkozunk március első szerdáján a következő testületülésen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, bármilyen kérdésük van, keresem minket, illetve viszontlátásra.